Hogy lettél gyakornok? Az édesapám mezőgépész volt, mezőgépészként végzett Gödöllőn, így kerültem Gödöllőre én is. Aztán itt Gödöllőn az Axial Kft. Jelenléte miatt kerültem én az Axiálhoz. Sok reklámjuk van, nagyon sok hallgatói programjuk van, így kerültem végül az Axial gyakornoki programjába ettől a fél évtől. Mivel bízzák meg itt a gyakornokokat? Mit kell csinálni? Elsősorban, ahogy látom, a feladatoknak az a célja, hogy megismerjük ezeket a gépeket, illetve az Axiálnak a működését, hogy kik mit csinálnak, milyen feladatkörök vannak, mi lesz majd a mi dolgunk egy idő után itt a cégnél. Úgy látom, hogy erre megy ki a mi programunk itt. Gépeket állítottuk be, őket készítettük fel a kiállításra, és most is, ahogy segédkezünk, alá dolgozunk a felettünk dolgozóknak, azt látom, hogy a szervezetnek az átlátása itt a cél. Ha tippet adnál a többi hallgatónak, aki még nem gyakornok, akkor mit tudnál nekik mondani itt a gyakornokoskodással kapcsolatban? Azt gondolom, hogy szeretni kell ezeket a gépeket, szeretni kell azt, amit ezek a cégek képviselnek, hogy a végfelhasználókhoz eljuttassák azt a mai technikát, amit ezek a gépek képviselnek. Nagyon fontos, hogy ha még nem látja a végfelhasználó, hogy az a traktor azon kívül, hogy szépen csillog és nagyon-nagyon nagy, azon kívül az mitől tudja az ő gazdaságát sikerre vinni, az nagyon fontos, hogy a végfelhasználó megértse. Ez én nekem nagyon fontos motivációm, hogy azt szeretném elérni, hogy a végfelhasználó lássa azt, hogy neki milyen előnye származik abból, hogyha egy szolgáltatást és egy eszközt vásárol egyszerre. Azzal a szolgáltatással, hogy tud ő többet elérni a gazdaságát. Ezek szerint akkor te gépértékesítő leszel? Nem tudom, eddig sokkal inkább a szerelés része vonzott a dolognak, mert nem lehet ezt az iskolában megkapni, azt, amit az ember gyakorlat közben tapasztal ezekkel a gépekkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy jobban érdekelt eddig a szerelés, ha ennek az lesz az eszköze, hogy én értékesítek, úgy tudok eljutni az emberekhez azzal az üzenettel, amit a gyárak adnak ki egyébként. Mi csak közvetítjük ezt az emberek felé, akkor értékesítő leszek, igen, igen. És maradsz ennél a cégnél? Az a következő 5-10 évet mindenképp az Axiálnál képzelem el. Stabil cégnek látszik, nagyon-nagyon nagy ügyfélköre van, egy országos hálózat, folyamatosan fejlődő országos hálózat, egyedülálló, amit ők fejlődésben és terjeszkedésben, ami színvonalban tudnak nyújtani a végfelhasználóknak.